Sziasztok, Serfőző Péter vagyok, ez pedig itt a Brand Guide Live, annak is a őszi nyitó adása. Bízom benne, hogy már nagyon vártátok, hogy újra elinduljon a szezon. Én legalábbis nagyon vártam, úgyhogy remélem, hogy ti is így voltatok ezzel. Az őszi szezon az egyébként ugyanúgy, ahogy tavaly is megszokhattátok, így karácsony előttig fog tartani, tehát decemberben lesz az utolsó. Addig 6-szor fogunk találkozni, és már megvan a névsor, amit nem árulok el, hanem csak 2 hetente fogjátok mindig látni, illetve lesznek benne meglepetések is ebben az évadban, úgyhogy remélem, hogy velünk lesztek a Brand Guide-dal, és ma is figyelemmel kíséritek a műsort. Mindenképp, hogyha van kérdésetek, akkor tegyétek föl a kommentben, és akkor azt én figyelem, ha mindent megteszek, hogy betegyük és válaszoljunk az adott kérdésre. Úgyhogy csapjunk is bele a mai beszélgetésbe, és üdvözöllek, üdvözlöm Szilágyi Józsefet, szia! Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit! Na, szuper, hogy itt vagy ma velünk, és azon gondolkodtam, hogy már régóta ismerem a ti cégeteket, tevékenységeteket, úgy hébe-hóba követtem, és mindig felmerült bennem az a kérdés, hogy a kreatív vonalak megnevezés, ez honnan jön, honnan származik, van erről valami jó történet esetleg? Hát alapvetően ugye, így félve mondom ki, de lassan 20 éves a cégünk, tehát hogy nem egy mai darab, és amikor elkezdtünk azon gondolkozni, hogy céget csináljunk. Ez még a főiskolán volt Nagy Barna kollégámmal, illetve cég alapító társammal. Akkor azon gondolkoztunk, hogy mi az a név, ami úgy érdekes lehet. És hát nyilván ez a 2000-es évek elejéről beszélünk, tehát amikor a cégnevek többsége az ilyen volt, hogy nem tudom, Kovács és társa 2000, és akkor mi is valami menő dolgot szerettünk volna, és Barna állt elő azzal az ötlettel, hogy hát legyünk Creative Lines, mert hogyha az olyan menőn hangzik, hogy Creative Lines, és én pedig azt mondtam, hogy tök jó, de hogyha magyar cég vagyunk, akkor legyünk ugyanez magyarul, és így lettünk kreatív vonalak, tehát hogy egy ilyen angolból kiinduló legyünk menők névből indult az egész, tehát hogy a története az körülbelül dióhéjban ennyi, hogy szerettünk volna egy ilyen nagyon jó hangzó nevet találni, amit először Barna angolul talált meg, aztán ezt így közösen magyarítva ez lett a nevünk. És azóta is boldogan, vagy nagyon szeretve használjuk ezt. Nyilván így egy ilyen nem rövid név, de mégis így, tudtok így talán kifejez minket. Igen, abszolút, abszolút. És akkor említetted, hogy főiskolára jártatok együtt Barnával. Egy kicsit, hogyha visszaugrunk 20 évet az időbe, és onnan jövünk visszafele, akkor milyen alapok, vagy hogy jött az ötlet, hogy ti kreatív stúdiót alapítsatok? Hát ugye amikor mi főiskolára jártunk, akkor még az internet az egy ilyen varázslatos dolog volt, tehát hogy Magyarországon még akkor nem nagyon volt így elérhető, tehát ez tényleg így a 2000-es évek környéke, és ugye a cégek sem nagyon voltak a neten. És Barna ő informatika szakra járt, a főiskolán én kommunikáció szakra. Ez melyik főiskola, hogyha kiegészít? Ez itt Debrecenben a Kölcsey Ferenc főiskola volt, azóta megszűnt egyébként, tehát hogy sajnos egy ilyen hányattatott sorsú főiskola volt, de hogy én kommunikációs voltam, hogy informatikus, tehát és így abszolút passzoltunk egymáshoz. Volt egy csomó közös óránk, így aztán nekem a baráti köröm az gyakorlatilag az informatikusok közül tevődött ki. Tehát, hogy elég kocka voltam én is ahhoz, hogy így az informatikusokkal jóba legyek. És onnan kezdődött az egész történet, hogy tök jó dolog ez az internet, és hogy ilyet mi is tudnánk csinálni. Hát itt vagyunk, értünk a számítógéphez, nagyon szeretjük a dolgokat, illetve volt még egy ilyen nagyon érdekes óránk, egy ilyen szabadon választható óránk, ahol volt egy nagyon kedves tanárunk, aki
Hát így élt halt a dolgokért, és mutogatott nekünk olyan dolgokat, amiben mi így beleszerettünk. Tehát, hogy ilyen volt, hogy Flash-t tanultunk, ugye akkor még makromédia Flash-nek hívták, és hogy az is egy ilyen nagyon, nagyon varázslatos szoftver volt, meg ugyanígy megnézegettük a grafikai szoftvereket, meg így sorban, hogy kell honlapot csinálni, és így tovább, tehát akkor még nyilván HTML szinten, és tényleg így beleszerettünk. Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy beszippantott minket az internet, és akkor úgy gondoltuk, hogy ha ez ilyen tök jó, meg ráadásul mi tudunk honlapokat csinálni, akkor miért ne csinálnánk ezt üzleti szinten. Uh-huh. És így aztán így született meg a gondolat így a főiskolának az utolsó évében, hogy akkor kezdjünk el céges szinten gondolkozni az egészről, és úgy viszonylag egyébként hamar meg is találtak az első megrendelők is. Ez nyilván annak is köszönhető, hogy tényleg így az internet, mint olyan, az nem nagyon volt telített akkor még. Tehát, hogy aki értett az internethez, az egy olyan érdekes figura volt a cégek szemében. Hát nyilván az is benne volt, hogy jól van, az informatikus vagy a kis kocka gyerekek majd megcsinálják a honlapunkat, de hogy így tényleg viszonylag hamar megtaláltak minket a cégek. Úgyhogy kezdetben ilyen honlapos vonalból indultunk, aztán rájöttünk, hogy ez még így kevés. És akkor elkezdtünk arculatokat is tervezni, aztán rájöttünk következő lépésként, hogy igazából nem ebben van az érdekesség, hanem hogyha marketinggel vagy stratégiai tervezéssel is meg tudjuk ezt az egészet támogatni. Aha. Tehát ha nem csak kivitelezőként veszünk részt a projektekben, hanem együtt gondolkozunk a cégekkel, és együtt alakítunk ki tök jó dolgokat. Jó. Úgyhogy akkor még... Ne szaladjunk ennyire előre. Okay. Nem, itt még vannak kérdéseim a kezdetekkel kapcsolatban, hogy mondtad, hogy te kommunikáció szakon végeztél, és akkor köztetek a megosztás az úgy történt, hogy a Barna informatika oldalról, te kommunikáció oldalról, de nem vizuális kommunikáció, hogy jött akkor, hogy a vizuális dolgokat is így felcsípted, vagy az már volt mellette, csak ezt kiegészítendő, ezt... Igazából ugye, amikor én a főiskolára jelentkeztem, akkor én úgy gondoltam, hogy kommunikációval akarok foglalkozni, tehát én középiskolásként is, meg már előtte is ilyen diákújságokat szerkesztettem, meg gyakorlatilag írtam, tehát hogy az én úgy képzeltem el magam felnőttként, hogy milyen jó lesz, hogy én majd akár újságíró is tudok lenni. De emellett egyébként meg a rajzolás, a kézi rajzolás, az folyamatosan ott volt az életemben, tehát az tényleg egészen kicsi koromtól kezdve. És amikor ilyen diák újságokat is csináltam, akkor is gyakorlatilag azt élveztem a legjobban, hogy azt úgy egészében megcsinálni. Tehát, hogy nem csak a tartalmát, hanem így a kinézetét is. És amikor nyilván felfedeztem azt, hogy a számítógéppel is lehet rajzolni, meg a számítógéppel is lehet dolgokat csinálni, akkor nekem az egy ilyen borzasztó jó érzés volt, hogy hűha, hát akkor ez egy új világ nyílt meg előttem, és már ott a főiskolán egyébként eldöntöttem, hogy nem biztos, hogy én újságíró akarok lenni, hanem sokkal inkább az az ember, aki a vizuális részével foglalkozik a kommunikációnak, és akkor is sokkal jobban érdekelt például az, amikor elmentünk újságokhoz, és megnéztük a tördelést, tehát hogy hogyan zajlik az, hogy ők tördelnek, hogyan alakítják ki az egész újságnak a kinézetét, tehát hogy ez engem sokkal jobban vonzott az a világ. Úgyhogy így én elmentem ebbe a vizuális vonalra. Az az érdekes, hogy Barna pedig, ugye ő informatikusként indult, de ő is rájött a főiskolán, hogy ő viszont sokkal jobban szeret a kommunikációval foglalkozni, és a pszichológiával foglalkozni, tehát hogy ő annak idején informatikusként pszichológia OTDK-n indult, tehát ez az országos tudományos diákköri dolog, és hogy ő meg arra jött rá menet közben, hogy ő pedig az emberi oldal érdekli igazán, tehát hogy így pont teljesen jól kiegészítettük egymást, hogy mind a kettőnket érdekelte maga a kommunikációnak a magia, és mind a ketten hozzátettünk ilyen plusz dolgokat. Hát ez nagyon... Úgyhogy így körülbelül így lettem az, hogy,
hogy elkezdtem vizuális dolgokkal foglalkozni, aztán teljesen nyilván ilyen autodidakta módon, tehát hogy magamba szippantottam mindent, ami erről szólt. Ugye hát akkoriban még így a magyar internetes világban is ilyen nagyon pezsgő élet folyt, tehát akkor volt az inercia. Na pont elvetted a kérdésemet, hogy szerintem, mert nagyon jó volt, hogy most nyáron. Nyáron pont rám írtál a Brand Guide-dal kapcsolatban, és utána beszélgettünk egy jót, igaz online a távolság, meg talán még a Covid is közrejátszott, de majd remélem személyesen is egyszer találkozunk, és akkor nem emlékszem, hogy beszéltünk-e róla, de hogy az inercia az biztos egy olyan pont volt, ahol mi találkoztunk már a virtuális térbe, meg de nagyon sokan találkoztunk a szakmából, akik azóta ilyen-olyan helyekre kerültek, akár a világban, akár itt Magyarországon, úgyhogy az mindenképp egy ilyen bölcsője volt a magyar online designer kultúrának. Igen, csak ugye még akkoriban tényleg az volt az érdekes, hogy senki nem tudta, hogy mi lesz ebből. Tehát, hogy mindenki olyan izgalommal, olyan az újdonság erejével foglalkozott így az egész digitális világgal. Tehát, hogy ott egyszerre keveredett az, hogy igen, hogyan lehet ebből akár művészetet csinálni, hogyan lehet ebből üzletet csinálni, vagy hogy egyáltalán, hogy mire jó ez az egész internet, az még ilyen nagyon kialakulóban volt, és tényleg ennek így ott az elején a sűrűjében voltunk, úgyhogy mi is így vágtunk bele Varnával, hogy tök jó, tehát hogy ezt csináljuk mi is, mert ez egy izgalmas új terep, és ebbe vegyünk részt, és aktívan vegyünk részt. Aha, és hogyha most ugrunk egy 20 évet előre a mába, akkor most azt érzed, hogy ez a digitális tér, amiben ti is a cégeteket alapítottátok, ez sűrű, ez nagy, nagy a zaj itt Magyarországon. Te ezt hogy látod? Már ilyen fejlesztői oldalról, vagy hogy így, ja, úgy érted? Hogy mondtad, hogy könnyű volt az elején ügyfelet szerezni, ilyen szempontból ez most hogy változott? Nagyon sok a konkurens cég, aki hasonló szolgáltatásokat nyújt, vagy te hogy látod, akár így vidéki aspektusból szemlélve is? Igazából ugye nekünk annyiból szerencsénk van, hogy már nem kell nagyon régóta ügyfelek után mennünk. Tehát, hogy hál' Istennek már van olyan tapasztalatunk, vagy portfóliunk, vagy időnk a szakmában, hogy a hírünket az egyik viszi a másikat. Tehát, hogy ilyen szempontból tényleg szerencsések lehetünk. Tehát, hogy egy most induló cégnél, aki mondjuk ezen a területen akar érvényesülni, szerintem valószínűleg nehezebb dolga van, mint nekünk annak idején volt. Tehát, hogy sokkal, sokkal nagyobb az aj. És ami még talán még inkább nehezíti a dolgot, hogy az ügyfelek is nehezebben választanak, vagy hogy nem feltétlenül látják a különbséget az egyes stúdiók között. Tehát, hogy nem látja azt, hogy ez mitől jobb, mint a másik. Tehát, hogy így nyilván nehezebb dolga van egy tervezőnek, vagy egy tervező csapatnak, és ilyenkor van az, hogy hát akkor valószínűleg olyat választanak, akinek vagy tapasztalata van, vagy ismeri a referenciáit, vagy sok emberrel dolgozott, vagy egyszerűen tényleg csak már van akkora neve, hogy azt mondja, hogy ő vele szeretnénk dolgozni, vagy ami még nekünk egyébként ilyen szinten működik, az, hogy Barna nagyon sok helyen adott elő a Covid előtt, tehát, hogy nagyon sok ilyen konferencián fordult meg, mint előadó, és nyilván ez is a jó hírünket vitte, hogy ő ott folyamatosan arról beszélt, amivel mi foglalkozunk, és nem is feltétlenül direktben, hanem ilyen misszióként elmondta azt, hogy mitől érdekes ez az egész márkaépítéses történet. Uh-huh. Most közben bevillant valami, hogy mintha emlékeztem volna, hogy az oldalatokon van is egy ilyen Magyarország térkép, aztán rákerestem, és tényleg van, igen, ahol így bejelölitek az ügyfeleket, és az is megmaradt bennem, hogy így szinte az egész országra kiterjedőleg ott vannak a pinek, úgyhogy ez egy tök érdekes sztori, hogy nyilván Debrecenben van a legtöbb ügyfeletek, hiszen debreceniek vagytok, de mégis így sikerült az egész országra vonatkozó klientúrát gyűjteni. Igen, hál' Istennek, igen. Mondjuk ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy
hogy sokan tényleg féltek attól, hogy mi vidéki cég vagyunk, úgymond. Tehát, hogy Debrecenből hogy tudjuk megcsinálni a, nem tudom, a győri cégnek, vagy a soproni cégnek, vagy akármilyen az ország másik felén lévő cégnek a dolgait. És igazából ugye megbeszéltük azt, vagy hát szerencsére sikerült eloszlatnunk a félelmeket, tehát, hogy az, hogy tudunk egymással beszélni, tudunk egymással kommunikálni, sőt, sok esetben ugye személyesen is meglátogatjuk ezeket a cégeket, tehát hogy ez nem jelenti azt, hogy mi Debrecenből nem mozdulnánk ki. Ráadásul ugye az internet segítségével azért ma már a távolságok azért lerövidültek, tehát hogy sokkal, sokkal könnyebb egymást elérni, akár így képpel, hanggal, mindennel együtt. Úgyhogy hál' Istennek ettől el tudtunk szakadni, vagy el tudtunk mozdulni, szuper. Hogy Debrecen az nem feltétlenül akadálya annak, hogy mi az ország másik végére tervezzünk. Szuper, meg gondolom ezen azért most a Covid is oldott, vagy én legalábbis nyilván, tapasztalom, hogy sokkal abszolút könnyebb akár külföldre, akár itthon távolabbi pontokra dolgozni, mert az online kólok világában élünk, és most pont itt a beszélgetés abszolút, előtt. Abszolút, meg ez nyilván azok már is lebontotta ezt a félelmet, akinél esetleg megvolt. Tehát, hogy aki eddig óckodott attól, hogy online egyeztessünk, vagy akár online tanácsadást folytassunk, azok is azt mondták, hogy hát most nincs más lehetőség, tehát hogy muszáj így csinálni a dolgokat, és belátták, hogy ebből nem ér, neki nem lesz rossz, tehát hogy nem lesz attól rossz, hogy online végezzük el a feladatokat. Aha. Illetve még annyit, azért is hoztam be ezt a témát egy kicsit most, hogy beszéljünk róla, mert fontosnak tartom bemutatni azt is itt a Brand Guide keretein belül, hogy azért sokszor érezzük azt, hogy egy Budapest a közepe az egész szakmának, és hogy minthogyha nem, sokszor azt érzem, mintha nem is létezne más, vagy sokszor van olyan, hogy érződik, hogy azt gondoljuk, hogy mindenki Budapesten él, de hát nyilván nem. Most így nagyon sarkítok, senki ne vegye ezt komolyan. És azért egy kicsit így missziónak is gondolom, hogy beszélgessünk például veletek, vagy veled, hogy kapjatok több lehetőséget bemutatkozni a szakma számára, úgyhogy bízom benne, hogy ez a mai beszélgetés is hozzájárul ahhoz, hogy fejlődjünk ilyen szempontból is. Na! Egyébként teljesen, teljesen igazad van, tehát, hogy ma már szerencsére nem, de mondjuk egy 5-10 éve ez egy élő probléma volt, hogy ha nem vagyunk Pesten, akkor nem vagyunk sehol. Tehát, hogy, és ezért is nyitottuk egyébként a pesti irodánkat, tehát hogy nem ott dolgozunk fizikálisan, tehát hogy a csapat az itt van, de van egy olyan pesti irodánk, ami lényegében arról szól, hogyha megbeszéléseket kell tartani, akár pesti vagy bármilyen céggel az országból, akkor a pesti irodában tudunk találkozni, és ott tudunk egymással beszélgetni, de hogy éreztük annak a szükségét, hogy nekünk is nyitni kell egy irodát Budapesten. Tehát, hogy ez egy ténylegesen egy élő probléma volt. Uh-huh. Most már egyre kevésbé, de valóban. Akkor be is csukjátok most a pesti irodát. És ezt azért nem biztos, de hogy van létjogosultsága. Aha. Ez érdekes, mert pont az jutott eszembe, hogy a külföldi expanzióknak szokott ilyen stratégiája lenni, hogy ha mondjuk egy angol piacra akar lépni egy cég, akkor nyit egy londoni irodát, hogy akkor jobban hihetővé válik, meg elérhetővé válik a szolgáltatása ott is, úgyhogy pont ugyanezt csináltátok, csak országon belül. Gyakorlatilag igen, igen, de hát ilyen kényszer lépésnek tűnt, tehát hogy tényleg egész konkrétan volt olyan ügyfelünk, vagy leendő ügyfelünk, aki miután megtudta, hogy mi Debrecenben vagyunk, akkor azt mondta, hogy hát akkor az úgy nehéz lesz a kommunikáció, és akkor inkább nem bíz meg. Aha, világos. Na jó, figyelj, ugrottunk előre 20 évet, most megint visszaugrunk 20 évet, mert nagyon érdekel az, hogy a kreatív vonalak az hogy fejlődött tovább, vagy most nem is tudom, mennyien vagytok, vagy hogy épül föl most a csapat, és ez hogy alakult ki a évek folyamán? Hát egy olyan tízes nagyságrendben mozog a cégünk. Most éppen,
Éppen a pontos számot talán nem is tudom neked megmondani, mert hál' Istennek az utóbbi idő alatt három kolléganőnknél is kisbaba került az életükbe, tehát Szuper. hogy ők most éppen otthon vannak, aminek egyébként tényleg nagyon is örülünk, vagy nagyon örülünk, de hogy így nyilván egy kicsit ott úgy változott a létszám, vagy hogy alakult a létszám, de alapvetően úgy épül fel most a csapatunk, hogy ugye nekünk három fő területünk van, egy arculattervezés, egy honlaptervezés és egy stratégiai tervezés részlegünk, és minden egyes részlegnél úgymond van 2-3 ember. Tehát, hogy minden területen van 2-3 olyan szakember, aki abszolút annak a területnek a szakértője, illetve vannak még projektvezető kolléganőink, akiknek pedig az a feladatuk, hogy ők összetartsák ezt a csapatot, illetve kommunikáljanak az ügyfelekkel. És egyébként ez úgy indult, tehát, hogy ha 20 év távlatában nézzük ezt, akkor ugye mi elindultunk Barnával ketten, ő volt az, aki kvázi az ügyvezetőként és a szélszesként, ő volt az, aki tárgyalt az ügyfelekkel, és akkor hozta a munkát, csúnya szóval mondva. Szélszes. És akkor én voltam az, aki pedig elvégezte azokat a feladatokat jellemzően, tehát akkor hol logót terveztem, hol honlapot terveztem, és így tovább, és aztán rájöttünk, hogy ez így kettőnknek már így kevés lesz, és akkor jött utána egy fejlesztő, egy programozó kolléga, utána pedig rájöttünk, hogy már nagyon nehéz úgy csinálni a dolgokat, hogy az ügyfelek folyamatosan megzavarnak a munkában, ezért felvettünk egy olyan kolléganőt, aki pedig így magával az ügyfél kommunikációval foglalkozott, és egyébként ez volt egy nagyon nagy váltás a cég életében, mert eddig fiúk dolgoztunk hárman, és akkor hirtelen bekerült egy kolléganő a csapatba, ami óriási nagy változást eredményezett, tehát hogy pozitív értelemben, tehát és így nagyon rájöttünk, hogy mi szeretünk nőkkel, lányokkal együtt dolgozni, és azóta teljesen tudatosan figyelünk arra, hogy a csapat megosztása az körülbelül olyan fele-fele arányban legyen, mert hogy sokkal jobb úgy együtt dolgozni, hogyha a férfi és a női kollégák együtt tudnak tevékenykedni. Tehát, hogy egész más energiák vannak a női kollégákban, mint a férfi kollégákban. Az biztos. Ez szuper. Igen, igen, úgyhogy most így néz ki a csapatunk, hogy egyszerre vannak grafikusaink, webfejlesztőink, stratégiai tervező kollégáink, illetve projektvezető kollégáink. Aha, és arról már beszéltünk, hogy így országszerte vannak ügyfeleitek. Az a kérdés, hogy ti csináltatok-e bármiféle specializálódást, vagy találtatok-e olyan nist, vagy olyan iparágat, amit jobban preferáltok, vagy inkább ilyen generális dolgokkal foglalkoztok? Hát alapvetően mi nem is az iparágakra kezdtünk el leszűkíteni, hanem azon a KKV-kban kezdtünk el gondolkozni. Tehát, hogy amikor, ugye mi márkaépítéssel foglalkozunk, és a márkaépítést azt viszonylag egy ilyen, hát egy mitosz veszi körül. Tehát, hogy a márkaépítés az a nagyoknak a játszótere, tehát, hogy azt csak a nagyok tudják megtenni. És mi arra jöttünk rá, hogy igazából ugyanazokkal az eszközökkel, vagy ugyan hasonló eszközökkel mi a kicsiket is tudunk segíteni. Tehát, hogy a kicsiknél is felépíthető teljesen ugyanaz. Nyilván tehát, hogy a márkaépítés ugye az nem azt jelenti, hogy óriás plakátokat meg tévéreklámokat kell forgatni, hanem márkaépítés az is, hogyha nem tudom, a sarki kisboltost ismerik 5 kilométeren belül. Tehát, hogy ugye alapvetően mi tényleg abban gondolkoztunk, hogy csináljuk meg akkor ezt a márkaépítéses vonalat KKV szinten, kicsi szinten. Aha. Úgyhogy mi ebben ez lett a mi úgymond specializációnk, hogy mi KKV márkaépítéssel foglalkozunk, és ott az egészen kicsiktől, nyilván a kicsit nagyobbakig is, tehát hogy ott benne vannak azért már most így előfordul, hogy nagyobb cégek is megkeresnek, de hogy akár az indulástól, de a legtöbb esetben egyébként főleg azok keresnek meg minket, vagy főleg azokkal dolgozunk, akik már elértek valamit a saját területükön, tehát hogy van egy biztos alapjuk, de nem tudják, hogy hogyan tovább.
Tehát, hogy nem tudják, hogy mi az, amivel szintet tudnának lépni, vagy egy következő lépcsőfokra tudnának lépni. Úgyhogy mi itt jövünk a képbe, és mi ezt a következő lépcsőfokat tudjuk megmutatni nekik. Na, ez tök jó, hogy ilyen tisztán látjátok, meg képbe vagytok saját magatokkal, meg a piacotokkal szembe. Ami még érdekes volt, hogy mondtad, hogy a márkaépítés az nem csak a nagyoknak az eszköze, vagy fegyvere, és egyből az jutott eszembe, hogy ez is kb. Az utóbbi 20 évnek az eredménye az, hogy a márkaépítésnek a belépési küszöbe az sokkal lejjebb jött azáltal, hogy elérhetővé váltak olyan eszközök, amik régen, ahogy mondtad is, óriás plakát, meg tévéhirdetés, meg újsághirdetés, most már az online térben ezek sokkal jobban elérhető eszközök, amik mindenki számára lehetővé teszik, hogy márkát építsen. Úgyhogy ez tök jó. Abszolút. Meg ugye itt, tehát a mi olvasatunkban ugye a márkaépítés az nem feltétlenül csak arról szól, hogy hogyan érjük el a piacunkat, hanem hogy találjuk ki, hogy mi a mi lényegünk, mi a mi mondani valónk, mi az, amit mi egyáltalán tudunk a világba magunkról elmondani. És ennek a magnak a megalkotása, az nyilván egy kicsinél ugyanolyan fontos, mint egy nagynál. Tehát, hogy el tudja mondani, hogy én azért csinálom ezt, amit csinálok, és azért szeretem ezt, amit csinálok, mert hogy ebben, ezzel akarom megváltani a világot. És hogyha ezt sikerül megfogalmazni, akkor onnantól teljesen mindegy a cég mére. Tehát, hogy... És innentől tényleg egy ilyen nagyon izgalmas dolog tud kijönni az egészből. Nagyon frankó. Figyelj, mit szólnál, hogyha belépnénk a kettes fázisba, és néznénk jó, is a beszélgetés mellé, néznénk is ügyes dolgokat, mert hogy készültél prezentációval a munkátokról, a dolgaitokról, közben én is... Szólj, hogyha látszik a képernyő. Látszik. Na, szuper. Épp a műsor előtt is megdicsértem ezeket az életképeket, és akkor mondtad, hogy jövő héten újra lesz. Jövő héten újra fotózunk, igen. Pont abból az indítatásból, amit itt el is mondtam, hogy a csapat egy kicsit már azóta megváltozott. Ugye ennek az egyik oka a babáknak az érkezése, de ez most éppen az aktuális csapatfotónk. Én vagyok itt a jobb szélen az a vidám figura, aki permetez éppen erősen. De hogy ennek a, tehát hogy mindig úgy csináljuk a céges fotóinkat, hogy valamilyen koncepcióra építjük, és szeretünk ilyenkor akár ilyen teljesen elborult témákat választani. Úgyhogy ennek a fotózásnak a témája egyébként pont az volt, amit kiveséztünk, hogy mi vidéki tervező csapat vagyunk, és a vidéki tervező csapat az hogyan csinálja a munkákat. Tehát, hogy ez nyilván a sokaknak ez a kifejezés, hogy vidéki tervező csapat, akkor az azt jelenti, hogy mi gumicsizmában, és nem tudom, permetezővel a hátunkon készítjük az arculatokat és a leboldát. És tényleg. És tényleg, és itt a bizonyíték, hogy tényleg így van. Tehát, hogy szerettünk volna erre rátenni egy lapáttal, hogy akkor megmutassuk, hogy milyen egy vidéki tervező csapatnak az élete, és a csapatfotónk is az is ennek a szellemében készült, tehát hogy abszolút az volt a cél, hogy a traktor előtt kaszákkal és nem tudom, vasvillákkal mutassuk meg, hogy hogyan születnek nálunk az arculatok, a honlapok, a márkák. De MacBook Pro-val. Hát én nyilván, mert hogy azért mégiscsak valahogy be kell mutatni. Sajnos itt nem látszik, de egyébként a könyveknek is teljesen jelentősége van ott a barna fejénél. Remélem, a Grand Guide könyv is ott van. Sajnos ez régebben készült, tehát az még nem tudott ott lenni, de az egyik az a Kezdj a miért el könyv, ami az egyik ilyen nem is tudom, alapvető könyve a már Simon Sinek. Így van, Simon Sinek féle. Kezdje miért el. No! Szuper! Hát egyébként várjál, mielőtt továbbugrunk, egy gondolat, ami kérdés, hogy
hogy azt gondolom, hogy egyébként a kreatív munkához tökre hozzátartozik a humor, és hogy azt érzem nálatok, hogy így tökre megvan ez nálatok is, meg a jelóba is, amiket említettél, hogy nem is tudom milyen óra, pityergő, nem pityergő óra, Pampogó percek. Pampogó percek, vagy amikor így ventilálni lehet a projektekkel kapcsolatban, szóval ez akkor így a mindennapokban benne van ez a jó hangulat. Abszolút, abszolút. De hát tényleg, tényleg én legalábbis én nem tudok úgy működni, hogy ne legyen humora akár a munkánkban, vagy akár így az életünkben, mert hogy tehát, hogyha nem tudunk akár egy nehéz helyzetet is humorral felfogni, akkor ott nagyon gyorsan akár ki is lehet égni, vagy nagyon gyorsan el lehet menni egy olyan lejtőn, ami nem biztos, hogy jó. Aha. Jó van, köszi. Egyetértek, szerintem is fontos a... Oké. Na és hát amit még hoztam, az ugye szoktunk így a kollégák beszélgetni a folyamatokról. Igazából nagyjából ezt már érintettük is egyébként itt az előzetes beszélgetésben. Ez azt rajzoltam itt le, hogy mi az a három nagy terület, amivel mi foglalkozunk. Az első ugye ez a stratégiai tervezés, a második az arculattervezés, a harmadik pedig a honlap. Tehát, hogy ilyen, mi abban hisz, és ez az egész adja ki nálunk a márkaépítési gondolkozást, tehát, hogy tényleg abban hiszünk, hogy akkor tud jól működni akár egy arculattervezés, akár egy honlaptervezés, hogyha stratégia alapú, tehát hogyha gondolkozunk előtte, hogyha meghatározzuk azt, hogy mi a cégnek az értékei, hogy kinek akarunk kommunikálni, hogy hogyan pozícionáljuk, hogy meghatározzuk a márkának a miértjeit, és így tovább, és csak erre építkezve tudunk jó terveket csinálni, és majd erről is szól egyébként itt a prezinek a második része, hogy igyekeztem olyan munkákat összeszedni, ami abszolút ennek a szellemében készült. De még így röviden, hogy ez valójában egyébként nem egy ilyen lineáris folyamat, hanem egy ilyen inkább körkörös folyamat. Tehát, hogy a stratégiai tervezés az ugyanúgy kapcsolatban van az arculattervezéssel, a honlaptervezéssel, mindegyik hatással van a másikra, és így tovább. Tehát, hogy inkább egy ilyen körkörös, folyamatosan cirkuláló dologról beszélgetünk. Tehát a mi esetünkben a márkaépítést azt abszolút így képzeljük el, hogy mindezeknek az összhangja adja ki az egészet. Tehát az, hogy akkor születhet egy sikeres márka, hogyha a gondolatok mellén születik, tehát vagy gondolatok mentén születik. És így röviden, röviden ennyi. Nem tudom, ehhez van-e kérdés? Fölteszem ám, persze. Ez inkább ilyen szakmai szempontból kérdezem, hogy nem is, hogy fejezzem ki azt, hogy a tök fontos az is, hogy itt a honlaptervezés áll, mint ilyen végső valami, de nyilván az arculatnak egyéb, tehát, hogy na, inkább úgy mondom, hogy az én fejemben valahogy a honlap az az arculat része. Abszolút, abszolút. Hogy mégis nektek így egy külön láb, hogy ez vajon miért alakult ki? Ti egyébként fejlesztetek is? Tehát kulcsra készen adjátok át? Tehát ez nem csak tervezés, hanem ez... Aha. Tehát, hogy abszolút, hogy ez miért külön láb, tehát abban teljesen igazad van, hogy ez az egész összefügg, tehát, hogy ez tehát, hogy márkát nagyon nehéz úgy építeni, hogyha nem is tudom, így külön elemenként gondolkozunk ezekről. Tehát, hogy ebben teljesen igazad van, hogy ez egy nagy massza az egész. Ugye mi azért vettük külön, mert hogy nagyon sok esetben, amikor megkeresnek minket a cégek, vagy megkeresnek a leendő cégek, ügyfelek, akkor ők nem biztos, hogy értik, hogy mi az a márkaépítés. Azt viszont igen, hogy nekik szükségük van egy honlapra. Vagy hogy nekik szükségük van egy logóra, vagy szükségük van egy, nem tudom, szórólapra, egy bármire, vagy mennek egy kiállításra, és akkor oda valami kellene. És amikor így eljönnek hozzánk, akkor el szoktunk beszélgetni arról velük, hogy mi a különbség, hogyha márkaépítésről beszélgetünk, meg mi a különbség, hogyha arculattervezésről, vagy akár honlapról beszélgetünk,
mert hogy ég és föld a kettő. Tehát, hogy amikor ezt komplexen gondolkozunk valamiről, akkor nyilván egészen más kérdésekről fogunk beszélgetni. Tehát, hogy olyan dolgokról beszélünk, ami alapvetően a cégről, vagy a céget is képes megváltoztatni, vagy meghatározni. És nyilván önmagától viszonylag kevés cég az, aki ezen tudatosan gondolkozik. És amikor elkerülnek hozzánk, vagy amikor így bekerülnek a projektjeink, akkor így felnyitjuk a szemüket, hogy ezen, ha tudatosan gondolkozunk, és tudatosan alakítunk ki közösen egy márkát, akkor az sokkal nagyobb értéket tud majd képviselni, mint hogyha önmagában mondjuk csak egy arculatot vagy egy honlapot terveznénk. Tehát te is azt mondod, hogy kevesen jönnek be hozzátok úgy, hogy márkaépítésre van szükségem, vagy stratégiára van szükségem, hanem mindig a végproduktumot szeretnék, és akkor az oda vezető utat meg mondom, megmutatjuk. Hogy kevesebb az, aki ennyire tudatos. Tehát, hogy hál' Istennek az utóbbi időben egyébként, amit mondtál is, hogy egyre inkább érződik az, hogy tudják, hogy mi ez az egész, és hogy felmerül az igény már a stratégiai gondolkozástól kezdve a márkaépítésen keresztül az egészre, tehát hogy van rá igény, de sokaknál tényleg csak egy ilyen végpont fogalmazódik meg, tehát hogy az fogalmazódik meg, hogy szüksége van egy honlapra. De valójában, amikor pedig elkezdünk beszélgetni, akkor tényleg kiderül a számára is, hogy egyébként nem honlapra van szüksége, hanem egy jól működő márkára. Aha. És miért gondolod egyébként, hogy most már tudatosabbak az emberek, hogy tudják, hogy nekik márkára, meg stratégiára van szükségük? Most provokálok. Tudom, világos. Hát szeretném azt mondani, hogy ebben azért van nekünk is munkánk, hogy tényleg a sok-sok konferencián, amin Barna a misszióként elmondja, hogy mi a lényege a márkaépítésnek, meg hogy ez KKV szinten is ugyanúgy működik. Tehát, hogy van egyszer egy ilyen missziós munka, aminél szeretném azt hinni, hogy ennek is az eredménye. Illetve az utóbbi időben, vagy az utóbbi években tényleg azt láttuk, hogy kezdenek tudatosabbá válni a cégek. Tehát, hogy tudatosabban kommunikálnak, látják azt, hogy nem feltétlenül ilyen elszigetelt dolgokról beszélgetünk, tehát hogyha nem tudom, egy Facebook kampányról beszélgetünk, az összefügg mindennel, tehát hogy az nem jelenti azt, hogy csak írunk néhány posztot a Facebookra, és akkor valami lesz, hanem az ugyanúgy hatással lesz az egész cégre. Ugye erre jó példák azok a, nem tudom, ilyen botrányok, ami úgy időnként felmerül, hogy akár egy ilyen Facebook poszt is képes megrengetni egy egész márkát, vagy amikor nem tudom, Cristiano Ronaldo arrébb teszi a kólát, akkor az képes megrengetni az egész kólának, akár a brandjét is. Tehát, hogy minden összefügg mindennel, és ez így tényleg így kezd láthatóvá válni a cégek számára, hogy itt nem lehet az, hogy akkor nem tudom, ezt a dolgot ezt csinálja, azt a dolgot azt csinálja, és egymástól függetlenül dolgoznak, és nincs valami olyan vonal, vagy olyan vezérfonál, ami mentén akár ki lehet ezeket alakítani. Aha, tök jó. Csak egyet érteni tudok. Na, örülök, ennek örülök. No, csapjunk bele, menjünk tovább. Csapjunk. Csak hal. Csak hal, így van. Ez az egyik olyan projekt, ami a szívünknek az egyik legkedvesebb. Ezt nem olyan régen terveztük. Ennek a sztoria az nagyjából abból áll, hogy megkeresett minket egy jól menő ilyen halsütő étterem itt Debrecenben, hogy igazából ő szeretne egy új táblát csináltatni ott magára az étteremre, mert hogy már most szükség van egy új táblára, de hogy nagyjából ebből állt a megbízás. És hogy elkezdtünk beszélgetni, kiderült, vagy megbeszéltük, hogy mi a célja annak az új táblának, és kiderült az, hogy igazából ők szeretnének a fiatalok felé nyitni, hogy szeretnének egy kicsit megújulni, hogy szeretnék valahogy egy ilyen kis vérfrissítést csinálni az üzletbe, és elkezdtünk tényleg azon beszélgetni, hogy mi akadályozza ezt meg, tehát hogy mi az, ami esetleg fékekként jelenik meg most a cégben, és eljutottunk odáig,
hogy teljesen újra terveztük a brandet, tehát hogy miután meghatároztuk azt a célt, hogy itt szeretnénk új célpiacokat is meghódítani, szeretnénk fiatalosabbá válni, szeretnénk vagányabbá válni, így aztán újra terveztük az egészet, tehát a halsütőből lett egy csak halbisztró, ahol tényleg az volt a cél, hogy azt a fajta szenvedélyt, ami ugye a tulajdonosokban megvan, azt így próbáljuk meg a teljesen átültetni a brandbe, tehát hogy legyen belőle egy vagány, szerethető márka, ami nem csak az idősebb korosztálynak, hanem a fiataloknak, meg úgy általában azoknak, akik ilyen halimádók, vagy hal, nem tudom, halbolondok, azokat hogyan tudnánk megszólítani. És akkor hát elkezdtünk arculatot tervezni, nyilván a csak hal nevet azt is mi találtuk ki, vagy közösen találtuk ki az ügyféllel, és mert miután tényleg csak halas dolgokat árulnak, ezért magában az arculatban is a hal lett a központi szereplő, és idáig még egy átlagos, vagy hát egy viszonylag átlagos arculati megjelenésekről beszélgetünk, de aztán eljutottunk odáig, hogy a hal az szabadítsuk ki a halat tehát hogy ne csak a termékről szóljon, hanem ha ők egy csak hal bisztró, akkor szóljon minden a halakról. És olyannyira, hogy itt a belső építészeti dolgoktól kezdve a feliratokon át minden a halakról szóljon, tehát hogy itt a... Ez már fotó, vagy látványterv, vagy ez fotó? Ez fotó, tehát ez egy élő dolog. Tehát itt látod, hogy a csempe a falon az is ilyen pikkelyes, hogy minden, tehát hogy minden egyes apró részletben ez a halhoz való szenvedélyes viszony, ez köszönjön vissza. És innentől van különbség abban, hogy mikor beszélünk stratégia alapú arculattervezésről, vagy márkaépítésről, meg mondjuk egy hagyományosabban értelemben vett arculattervezésről. Tehát, hogy amikor hozzánk jöttek mondjuk egy olyan kéréssel, hogy van egy ajtónk a konyha és itt az étterem rész között, és hogy tegyük, vagy írjuk már az ajtóra, hogy ez a konyha, akkor ott is abban gondolkoztunk, hogy halasnak kell lennie. És akkor így lett a felirat, az konyhal. Tehát, hogy mindenbe csempészük bele a márkának ezt a központi elemét, vagy hogyha arról beszélgetünk, hogy foglaltábla, akkor ne csak annyit tegyünk ki az asztalra, hogy foglalt, hanem írjuk ki, hogy ezt az asztalt elhalázták. Uh-huh. Vagy vannak ilyenek, hogy ezt ilyen szlogenként használják, hogy kérsz egy falat halat, ez is mindenféle felületeken megjelenik, tehát az épületen is megvan nagyban, tehát hogy sokfelé a weboldalnak a tetején is ez van, tehát hogy tényleg, ha ők ilyen hal központú dolog, akkor teljesen szóljon erről, olyannyira, hogy akár még az üdítőket vagy a sört is nevezzük át arra, hogy jobban csúszik, ahol az úszik, az ugye le lett választva vizuálisan. Tehát, hogy ez is szóljon arról, hogy itt minden a halak körül forog. Csobban úszik. Abszolút, abszolút. És ez volt az egyik kedvence az ügyfélnek, amikor prezentáltuk az arculatot, hogy a poharakra is tegyünk ilyen feliratokat, hogy öblítsd le a halat, szeret úszni. És akkor nyilván így. Tehát, hogy mi tényleg az utolsó dologig erről szóljon. És ugye itt lehet bátran, tehát hogy lehet stílusosan és bátran kommunikálni. És ugye a sok cég akár tényleg a humortól is kicsit tart, hogy jaj, mit fognak szólni, hogyha mi humorizálunk. De például itt a csakhalnál ez nagyon bevált, tehát hogy nagyon szerették az emberek, minden tényleg várták a következőt, hogy mi lesz az érdekes. És az egyik, nekem ez volt az egyik kedvencem, ez egy Facebook kampánynak a képe volt, ez arról szólt, hogy március 15-én az ünnepen is nyitva lesz a csakhal, és hogy gyertek, mert hogy nyitva leszünk, jöhettek bátran a halas dolgokért, úgyhogy felírtuk, hogy mit kíván a magyar nemzet, ha halat, akkor március 15-én nyitva leszünk. Tehát, hogy az üzenet itt is valahogy, hogy fogjuk meg úgy az egészet, hogy ez legyen vicces, legyen megjegyezhető, és hát itt a kedvencem egyébként ezen az egészen
A Pesti utca 2 felirat volt, az talán nehezebben kivehető, de itt, hogy utca, CZ-vel írtuk, és a 2 is ki volt írva, tehát, hogy abszolút így korhű. Korhű legyen. Figyelj, nekem itt nagyon-nagyon tetszenek ezek a gegek, meg hogy ez itt tényleg át van gondolva, meg ki van találva. Nekem egyből az ugrott be, hogyha korábban ez csak egy halsütöde volt, akkor ti tulajdonképpen feljebb pozícionáltátok az egész márkát, abszolút, és igen. Ez mondjuk akkor visszaadott az üzletre is, hogy drágább is lett a szolgáltatás, vagy ez így nem lett ennyire ilyen komplexen. Az árak azok valamelyest változtak, de talán a legjobban abból szűrhető le ez az egész, hogy miután megcsináltuk ezt az egész márka frissítést, meg ezt az egész márkaépítést, olyannyira beindult a dolog, hogy azóta nyitottak még egy éttermet itt Debrecenben, tehát ráadásul egy ilyen nagyon felkapott helyen, tehát hogy az új strandnál egy ilyen, tényleg itt a bejárat mellett egy nagyon-nagyon menő helyen sikerült megnyitniuk az új helyet, és ott is abszolút ugyanebben a stílusban, ugyanebben a hangulatban kommunikáltak, úgyhogy amikor ott megnyitott az új hely, akkor nagyon boldogan vezettek ott körbe minket, hogy nézzétek, ez is milyen jól sikerült, és hogy ez is nagyon jó. Tehát, hogy az egész márkaépítés az egyrészt üzleti szempontból is nagyon jól működött, másrészt meg a tulajdonosok maguk is nagyon büszkék voltak arra, hogy innentől ők egy egész más dolgot irányítanak. Tehát, hogy eddig egy halsütő tulajdonosai voltak, most pedig egy márkának a tulajdonosai. Tehát, hogy más az érzés, vagy hogy tökre lelkesek voltak, és nagyon, nagyon szerették ezt a fajta kommunikációt, hogy ők, nekik tényleg stílusuk van, hogy szeretik az emberek őket, és hogy csak akár egy ilyen Facebook posztra is ilyen tök pozitív visszajelzéseket kapnak. Aha. Mi kaptunk egy pozitív visszajelzést Tóth Alexandrától is, hogy nagyon okos gondolatok, amiket hall, illetve Bán Anna Mari is, hogy voltunk a Csakhalban, szuper hely. Úgyhogy... Na, ennek nagyon örülünk. Köszönjük itt is az interaktív visszajelzéseket. Nagyon menő. No. Igazából ez mindig egy érdekes kérdés, hogy lehet mérni a megtérülését egy ilyen kvázi befektetésnek, de az az igazság, erről talán veled is beszélgettünk korábban, hogy ez igen. Nagyon nehezen mérhető, de talán gondolhatjátok, hogy ebben a sikerben nektek is van szerepetek, hogy még egy bolt nyílt, tehát hogy ezt nyilván nem igen. lehet letagadni. Igen. De valóban, tehát, hogy a márkaépítés, mint olyan, az nem feltétlenül egy gyors folyamat, tehát, hogy ez nem olyan, hogy kiteszek egy Facebook posztot, és akkor jövő héten meg tudjuk nézni, hogy hányan nézték meg, és hányan kattintottak rá. Tehát, hogy ilyen szempontból valóban nehezebben mérhető, de mégis van egy ilyen hozadéka, hogy látjuk azokat a cégeket, akik ilyen útra léptek velünk, hogy abszolút ilyen pozitív irányba ment a cégnek az élete, illetve amit én különösen szeretek, hogy ez így nem csak a cég életét befolyásolja pozitívan, hanem a tulajdonosok életét is. Tehát, hogy sokkal inkább büszkébbek tudnak lenni arra a cégre, vagy arra a márkára, amit csináltak. Mert hogy innentől más az egész, és tök jól működik. Másképp kelnek föl reggel. De tényleg, tehát, hogy abszolút van egy ilyen pozitív hozadéka az egész márkaépítési dolognak is, és ezt a részét nagyon szeretjük. Hát volt egy ilyen nagyon kedves történetünk, hogy volt egy cégünk, akinek csomagolást terveztünk, és... Hát nagyon, ott is ugye a stratégiai tervezés előzte meg, tehát nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy mi legyen, hogy legyen, mik az indítatások, pozicionálás, stb. És amikor megcsináltuk az új csomagolást, és bemutattuk az új csomagolást, akkor az ügyfél elsírta magát. Tehát, hogy annyira, tehát, hogy nyilván, amikor van egy céged, van egy vállalkozásod, és azt látod, hogy ez egy pozitív irányba történik egy elmozdulás, és hogy konkrétan látod azt, hogy,
hogy megvalósult a te álmod, akkor ez így érzelmileg is egy ilyen nagyon, nagyon izgalmas utazás. Tehát, hogy tök jó, és az úgy nekünk is egy ilyen emlékezetes prezentációnk volt, hogy ennyire sikerült megérintenünk az ügyfélnek a dolgait. És hozzáteszem, hogy egyébként egy férfi ügyfél volt. Aha, szép, szép történet. De tényleg, tehát, és ez egy ilyen abszolút pozitív. Tehát, hogy amikor azt látod, hogy az álmod megvalósul, akkor az úgy egy tök jó érzés. Na, és akkor vissza a Csakhalra. Még ami nekem ilyen nagyon nagy kedvencem, az pedig a mosdóknak a feliratai. Mert hogy itt is, amikor terveztük magát a különböző feliratokat az étterembe, akkor ugye megbíztak azzal is, hogy hát a mosdókat is feliratozni kell, tehát hogy a férfi és a női mosdót azt hát csináljunk két ilyen feliratot. És igazából szerintem ezen látszik a legjobban egy márkaépítőnek, vagy egy stratégiai gondolkozású arculattervezésnek, meg egy hagyományosabb értelemben vett arculattervezés között a különbség, mert hogyha te grafikai munkaként gondolsz arra, hogy ki kell írni, hogy férfi és női mosdó, akkor annyit csinálsz, hogy választasz egy szép betűtípust, választasz egy ikont, vagy rajzolsz egy ikont, és ez lehet szép, és lehet jó, de hogy ennyi a feladatod. Ellenben, hogyha te stratégiai alapon kezdesz el tervezni, tehát hogy tudod, hogy mi a márkának a stílusa, tudod, hogy hogyan kommunikál, mit akarunk elérni, akkor nem annyit fogsz csinálni, hogy kiírod, hogy férfi és női mosdó, hanem ide is bele akarod csempészni akár azt a geget, vagy akár azt a csakhal stílust, ami az egész márkát jellemzi. És így lett a felirat, a férfi és a női mosdó felirat a kukaccal horgászóknak és a kukac nélkül horgászóknak, és nyilván az egyik horgon van egy kukac, a másik horgon meg nincsen kukac, azért nyilván aláírtuk, hogy az egyik az a férfi mosdó, a másik a női mosdó, hogy biztosra menjünk, de hogy itt is, tehát hogy ez szerintem ez így jól tudja szemléltetni, hogy itt sem a grafikai tervezés volt feltétlenül az érdekes, az is, de hogy az a fajta gondolkozás, hogy itt tegyünk bele többet, hogy legyen valamilyen gondolat mentén felépítve az egész. És ez talán, ami másabb, mint amiről itt az előbb beszélgettem. Jó példa, abszolút. 10 percünk no. van, képzeld el. Te jó Isten, akkor még ezt a projektet megmutatnám, mert ezt nagyon szeretem. Ez is egy ilyen hát báros vonal, vagy egy ilyen éttermes vonal. Itt a Good Spirit Bárnak kellett megtervezzük az arculatát. Ők a Viszkinetnek talán az ismerősen hangzik a Viszkinet, mint olyan. Ők ugye Magyarországon az egyik ilyen legnagyobb alkoholos webshop, tehát hogy ők nagyon komolyan veszik ezt az egész viszkis világot, tehát ilyen több százféle viszkijük van, és hogy tehát, hogy a saját szakmájukban ők abszolút egy ilyen nagyon elismert cég, és úgy gondolták néhány éve, hogy nyitnak egy bárt, ahol ugyanúgy megjelenik majd a gyakorlatilag az a több százalas nagyságrendű kínálatuk, és hogy ezt a szakértelem ez átjön, és úgy jöttek hozzánk, hogy a nevük az Good Spirit Bar lesz, mert hogy a spirit az egyszerre jelenti angolul ugye a rövid italt, és hát nyilván a lelket is, és ezért egy ilyen spirituálisabb arculatot terveztünk neki, tehát hogy ez a glóriás dolog jelent meg az arculatban. De nem ez volt feltétlenül az érdekes, hanem elkezdtünk azon beszélgetni, hogy ezt akár vihetnénk tovább, tehát hogy lehetünk vagányabbak, és hogy ezt a spirituális dolgot csavarjuk meg egy kicsit, tehát hogy legyenek ilyen izgalmas vizualitásos dolgok, tehát hogy legyen akár olyan az egész arculat, ami meghökkentő, megjegyezhető, stílusos, és így tovább. És amikor egymással így beszélgettünk az ügyféllel is, akkor eljutottunk odáig, hogy akkor mi az az abszurditás, vagy mi az a dolog, ami beleférne az arculatba, és eljutottunk egy ilyen Monty Pythonos dologhoz, mert hogy felvetettem nekik, hogy mi lenne, hogyha
azt a fajta abszurditást, amit a Monty Pythonnál Terry Gilliam csinált, hogyha nem tudom, hogy így megvan-e a nézőknek, vagy akár neked is. Tehát, hogy ugye a Monty Python az ilyen kis animációkkal kötötte össze a különböző sketcheit, ami ilyen nagyon abszurd animációk voltak, és ezt a gondolatiságot vettük át, hogy csináljunk egy olyan grafikai dolgot, ami abszolút követi ezt az abszurditást, és ugye az ügyféllel együtt azon gondolkoztunk, hogy hát, hogy mit tudnánk így képileg megmutatni, mutassuk meg a viszki készítésnek a folyamatát. Na most, és ezt lerajzoltuk a viszki készítésnek a folyamatát, nyilván nem a valóságnak megfelelően, tehát hogy a központi eleme a viszki készítés folyamatának egy angyal, aki hozzáadja az isteni hozzávalót az alkoholhoz, és itt egyébként tele van gegekkel ez a grafika is, tehát hogy például itt az angyal karján van egy tetoválás, egy szívben egy God felirat. Azt hittem room felirat. Nem, tehát hogy az angyalok Isten szeretik, úgyhogy abszolút, tehát hogy úgy gondolkoztunk, hogy legyen egy kis meg a valamilyen poén, akkor vannak ilyen kis indokolatlan figuráink is, ez nekem a személyes kedvencem, hogy tegyünk repülőhalakat a grafikába, mert miért ne tennénk repülőhalakat a grafikába, és ha már repülőhalakat teszünk, akkor azok miért ne repülhetnének V-alakban, úgyhogy vannak V-alakban repülőhalaink, illetve hát ezen kívül, ha már viszki, akkor ugye Skócia, ha már Skócia, akkor Loch Nessi szörny, és így aztán a Loch Nessi szörnyet is nyilván rá kellett tenni a grafikára, de hát a Loch Nessi szörny az ugye nem szökhet be csak úgy a viszki készítés folyamatában, ezért álcázza magát, úgyhogy ő egy ilyen álcázott Loch Nessi szörny a cilinderben és a monoklival, illetve hát megjelent a tulajdonos is, aki egy ilyen tipikus angol úr, vagy hát skót úr, ahogy tetszik, pofaszakállal, és ő felügyeli a viszki készítésnek a folyamatát, de ha már cilinderben van, akkor nyilván a cilinderben egy nyúl lakik. Tehát, hogy ilyen jellegű kis gegekkel pakoltuk tele ezt az egész grafikát, és ugye ez megjelent utána magának a bárnak a dolgaiban, tehát, hogy ott ez fel lett rajzolva kívül a bárra, és így tovább. Tehát, hogy így tök jól tovább bejött ez az egész, és ha már Monty Python, akkor egy gyors, zárójeles könyvajánlót, hogy így nekünk is meglegyen a missziós része a beszélgetésnek. Ez John Cleese-nek, a Monty Python egyik alapítójának nemrég jelent meg a Csak kreatívan nevezetű könyve, ez magyarul is elérhető, ami arról szól, hogy hogyan legyünk kreatívak, és egy rövid kis könyv, alig 100 oldal, de nagyon szórakoztató és nagyon hasznos tanácsok vannak benne, úgyhogy mindenkinek ajánlom szeretettel. Alapvetően arról szól, hogy mitől lesz valaki kreatív, és egy egyszerű következtetésre jut, kétfajta személyiségnek kell lenni egy játékos személyiségnek, aki bolond, aki szabadjára enged mindent, és kell lenni egy kritikus személyiségnek, aki pedig ezt a bolondságot, ezt meg tudja ítélni, hogy az jó lesz-e vagy sem. És ha ezt a kettőt ügyesen váltogatod, akkor jól fognak menni a dolgaid. Most spoilereztél akkor. Abszolút spoilereztem, de érdemes elolvasni, mert tök jó. Fölírtam mindenki. És hát még így az volt számunkra még nagy öröm, hogy a Good Spirit már utána tovább vitte ezt az egész kreatív vonalat, és hogy nem, hogy ő is például az itallakjait, ez most éppen aktuális az itallakjai, azok ilyen kártya alakúak, tehát egy kártya paklit kapsz, hogyha te koktélt szeretnél rendelni, és ezek ilyen egy-egy híres embernek, vagy egy ilyen neves embernek az ihletéséből születtek meg ezek a koktélok, és így tényleg végig tudod lapozgatni, hogy például te Konfúciusz koktélt szeretnél inni, vagy Bud Spencer koktélt, vagy és így tovább, tehát hogy sok van, és hogy ennek nagyon örültünk, hogy ezt a fajta dobozból kilépős gondolkodást ezt sikerült nekik is átvenniük, és ők jöttek ezzel az ötlettel, hogy ilyen kártyapakli jellegű itallapot csináljunk kvázi, és akkor ezt is úgy terveztük meg, hogy így végig ment az egészen ez a fajta hozzáállás.
Úgyhogy nagyon örültünk neki. Nem tudom, van még időnk arra, hogy bemutassunk egy projektet? Mutassunk be akkor egy záró projektet, mit szólsz? Na, akkor Le, mutassunk be elején záró projektet. túlságosan eldumáltuk az időt, Igen. de mindig Hát tanulság, így hogy alakult. nem De baj. majd esetleg legközelebb pofátlanul visszahívatom magam, Vagy és a akkor Barnát legközelebb hívjuk, mutatom. és akkor ő is mutat. De ezt azért mutatom meg, egyrészt mert sárga, és tudom, hogy ti nagyon szeretitek a sárgát a Zwölfnél, úgyhogy ez azért került vele a prezibe, mert a sárga, és az nagyon jó. Illetve, amit róluk érdemes tudni, ők egy tárhelyszolgáltató, akik hát úgy kerestek meg minket, hogy szeretnének külföld felé nyitni, és hogy kitaláltak egy újfajta tárhelyszolgáltatást, ami kifejezetten ilyen WordPress honlapoknak készült, tehát hogy nekik akarnak jó minőségű tárhelyszolgáltatást nyújtani, és elkezdtünk azon beszélgetni, hogy mitől érdekesek, vagy mitől másabbak ők, és hát rengeteg ilyen szakszót és szakkifejezést mondtak, amit mi nem értettünk, tehát hogy pedig azért nagyjából úgy képben vagyunk az informatikai dolgokkal, de egy árva szót nem értettünk abból, hogy miről beszélnek, és így aztán megbeszéltük velük, hogy ez mind nagyon jó, amit mondtok, de ebből nem tudunk se pozícionálni, se azt egyszerűen elmondani, hogy ti mivel foglalkoztok, vagy mitől vagytok jobbak, mint mondjuk a többiek. És utána, hogy így hosszan, tényleg nagyon hosszan beszélgettünk erről, utána egyszer csak kibökték, hogy jó, hát ha ezt egyszerűen kell megfogalmazni, akkor azt jelenti, hogy ha minket választanak, akkor nincs többé szívás a tárhelyszolgáltatóval. Na, és ebbe kapaszkodtunk bele, hogy akkor a Geekbee az egyenlő azzal, hogy nincs többé szívás a WordPress tárhelyszolgáltatással, és erre építettük fel az egész arculatot, erre építettük fel az egész kommunikációt, és olyan vizuális dolgokat választottunk, ami abszolút ezt erősíti, tehát hogy itt a modellünk is az nem a tipikus stockemberként lett a mosolygó, nem tudom, szerverek előtt a laptoppal dolgozó rendszergazda, hanem kifacsaltuk az egészet, és arról kezdtünk el kommunikálni, hogy akkor a mi vezérfonalunk az, hogy neked nem kell izgulni, itt nem lesz, téged már nem fognak szivatni a tárhelyszolgáltató. Úgyhogy ez így dióhéjban ennyi, és ott is nagyon örültünk, hogy ezt a fajta szellemiséget aztán képes volt átvenni a cég, és nekik is mondjuk ez a csapatfotózások is abszolút ilyen szellemben zajlott, tehát hogy ez a vidámság, ez az egész ilyen újfajta hozzáállás, ez átment a cégnek a gondolkozásába, tehát hogy egyszerűsítsük el a mondani valót, tehát hogy mondjuk el úgy, hogy ezt megértse a célpiacunk, de az lehet attól még vagány, lehet attól még izgalmas, lehet attól még szórakoztató, csak nem az az érdekes, hogy a nem tudom, 8. technikai paramétert mondjuk el, hanem mondjuk el egyszerűen azt, hogy nincs több szívás. Frappáns. Frappáns. Igen, igen. Na, és így szerintem akkor szuper. Nagyjából ezzel ezt a projektet is megmutattam. Figyelj, pont jók vagyunk. Visszakapcsolom, elveheted a megosztást, és akkor látsz újra minket, vagy engem, bocsánat legalább. Úgyhogy nagyon köszönöm a mai beszélgetést. Azt elfelejtettem említeni, hogy látom, hogy mögötted nagyon sok díj van, úgyhogy kívánok nektek még több díjat, hogy ne is férjen köszönjük el a falon. Köszönjük szépen. Úgyhogy köszi, hogy megmutattad ezeket. Mindenképp hasznos volt, és tök jó látni, hogy ami miatt igazából hívtalak is, hogy látni azt, hogy nem üres arculatok készülnek, hanem van mögöttük gondolat és stratégia, és ez tökre lejön a dolgokból, és ráadásul még eredményes is, úgyhogy ennél jobb nincs, és ezeket mind végigmutattad, megmutattad, úgyhogy szerintem hasznos volt a nézőink számára is, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást, és örülök, hogyha ez így sikerült elmondani a mondandónkat.
Tehát, hogyha nem csak szórakoztató, vagy remélem szórakoztató, hanem hasznos is volt. Reméljük, hogy így van. Úgyhogy köszi szépen még egyszer, hogy itt voltál, illetve köszönjük a nézőinknek, hogy velünk voltak. Ezt a videót is majd visszanézhetitek a weboldalunkon, meg a YouTube-on, és 2 hét múlva újra találkozunk egy egyenlőre fel nem fedett új vendéggel, úgyhogy mindenkinek szép estét kívánok, és sziasztok! Sziasztok!